Halli-hó, szerbusztok! Na, folytassuk, vagy ne! Na, ugye... Azért nem volt semmiféle új rész, mivel nagyon-nagyon meleg van. És se én, se a számítógépem nem bírjuk ezt a meleget. De ugye nincs benne hűtés. És olyan hamar túlforrósodik, hogy normálisan játszani nem tudok semmivel, nem hogy videót csinálni. Ami nagyon kellemetlen. De hát ez van, ezt el kell viselni. Remélem jól vagytok, én tök jól vagyok, amúgy van még egy-két ötletem internetben, mondjuk, hogy olvastam a tippbe egy Horde Beacon nevű itemről, ami megidéz egy csoport zombit, jó luttal. Arra gondoltam, akkor tudod, csinálok ilyen tornyot, vagy egy ilyen védőfalat, és akkor felállok a tetejére, ilyen tök sok munícióval, meg fegyverrel, meg minden, és akkor tyú-tyú-tyú-tyú lelőjük őket. Szerintem egy tök menő ötlet lenne, tudod, egy kis... Á, bocsi, csak egy hülye, buzi motoros elhaladt ezerrel a háza mellett, és azt nem szeretem. Ez a skill, ez nekem most nem kell. Mapping. Mindjárt megnézem, hogy az... Opa. Az-e az, amire szükségünk van? Biztos, hogy nem. De pont erre lesz majd szükségünk ezekre a picikre. Király, jó megjegyezni, és akkor hogy hívják a nagyokat? Ajjaj, itt kezdődnek a problémák, tudod? Small maple plate. Large maple plate. Mondtam, hogy már elég régen volt. A zombi... király. Pontos akar mondani, persze, hogy tökéletesen emlékszem arra, hogy hát milyen áll. Mikre vannak szükségünk ehhez, tehát ez úgy van, hogy egyértelmű. Most még nem tudok rotátolni. Valamikor jó, ami működött. Ezt így kell? Nem így kell. Nem áll, múltkor még tudtam ízni, mozgatni is meg. Meg minden nézé jatott. Na, most, ja, így jó. Így jó. Ja, itt azért nem tudom, de tudom így is. Nem már! Kasik! Gyere így erre, jó? Így. Ügyes vagy. Oké. Ez így jó. Mindjárt nézzük mennyire. Aj, de jó lett! Osztok! Jó is néz ki. Ezzel kell valamit csinálnom, mert ez hihetetlenül szarul néz ki. Mondjuk ezt így ide kéne beraknom már, így. Jó lesz ez úgyis, figyok, itt erre kell. Ó, király. Az olyan, hogy ne lehessen rajta átlenni, tudod. Most az ajtót kéne valahogy megoldanom. Fogam sincs. Ha ez a door frame nem jó, akkor... Maple door frame. Várjál már. Én nem azt használtuk fel. Maple door way. Aha, door V, door frame. Erről beszélek. Hát igen, az én tudásom egyszerűen aranyat ér, és minden. Vigyul előlök, ugye? Zsír. Na, most meg azokat a kis picikkel össze kell raknunk, aztán meg kell néznem, hogy hogyan tudok egy ajtót varázsolni bele. Hát így biztosan. Door. Na, léci. Kellemetlen, nem. Maple plank, oké. Plank. Lolololol, megint kijobta a mikrofont, tudom, bocsi, nem direkt volt. Jaj, nehéz így írni amúgy, mert előttem van a mikrofon, és mindegy, bonyolult. Akkor vissza a dorra. Yeah! Jajaj, ennyi sok vacakot, te jó ég. Legalább lesz egy lakókocsi. Most neked mi a bajod, hm? Logik! Jaj, értem, kifelé gyílik. Jó van. Király, ez mennyi megvan. Na, és ezért mondom, hogy szükségük vannak ezek a pici...
ilyesmikre, hogy így az oldalára ráteszed, akkor sokkal jobban működik. Amúgy. Működje kéne amúgy. De egy szerintem, szóval értitek, látjátok, hogy hogy épül fel a lakókocsi. Ezt így még befejeztetek, és akkor már is királyok vagytok. És megnézzük, hogy hogyan lehet ezzel kocsikázni. Egyig elviszik ezt, jó, le is áll, na látjátok, működik is, kocsikázik is. Remélem tetszett a videó, aztán léci lájkoljatok ezerrel, mert abba fogom hagyni a videózást, ha nem, tehát ha nem kapok semmiféle pozitív visszajelzést vagy megtekintést, akkor hülyeség az egészet folytatnom. Bocsi, ez van, és osszátok meg a barátaitokkal, hogy ők is meg tudják nézni. Hát, ha ők is szeretnének ilyen lakókocsit építeni, ilyen jó kis szexi lakókocsit. Milyen nekem van, de nekem nincs, de ha megépíted, és megnézed ezeket a videókat, akkor neked is lehet lakókocsit. Csak most. Szóval, sziasztok!